Sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Jaj, amúgy ott akartam megcsinálni a videót, csak ugye drága Zole cimborám felhívott, vagyis hát felhívott, én meg fölhívtam egy párszor, nem vette föl. Aztán mondom, akkor eljövök le, mert itt azért egyszerűbb, igaz, hogy hideg van és már felfáztam, meg látás vagyok. Voltam a bankban, sorbaállás. Az az érdekes, bazdmeg, hogy sorbaállt, egy 20-as sorszámot, mert adategyeztetést kellett csinálni, igazából nem is nagyon kellett volna, mert ott mondja, hogy van egy levél róla, hogy adatot kell egyeztetni, mondom, nincs levél. És akkor kérdezte, hogy megváltozott a cím, mondom, nem, csak mondom, nem néztem meg a levelet, hogy mi van beleírva. És akkor ott állok, hát na mindegy, most nagyon előre haladtam, bementem, kihúztam a sorszámot, 062 voltam, figyelj. Beérek, 061-et hívják, mondom, csak én jövök, ha utána csak megnyomja a 062-t. Jön be mögöttem egy csaj meg egy srác, 068 jön. Bazd meg, mondom, 61 után 68 jön. Mondom, lehet, hogy én hülye vagyok, de azért ennyire nem tudok eltévedni, 61 után 68 jön. Két órát állok. Két órát, már lassan én voltam egyedül bent, amikor egyszer csak 62. Hogy a macska rúgja meg, azt hol mentem a csajhoz, mondta, kérdezte a levelet. Minden. Én meg ott ültem az asztalnál, ott még vártam a csodára, azt mondja, már kész vagyunk. Jaj, mondom, jó van, akkor viszlát. Azt akkor még elmentem a boltba, ugye, mert be kellett vásárolni, vettem. Mit vettem? Vettem két kólát, nem ezt a kólát, nem ezt a fajtát, mert ez másik fajta, ez Pönyi Már 2-es. Ez Pönyi Már 2-es. Két kólát vettem, vettem magamnak egy chipset, a kutyának vettem kaját. Aztán ennyi, elmentem haza, kivittem a kutyát. Akkor ugye fölhívtalak, ugye? Nem akkor hívtalak? Jó, mondtad, hogy amikor hívtál föl, nem vagyok a fejedbe. Nem, úgy csak gondolkodok, hogy valamikor föl... De fölhívtalak, amikor hazamentem, hogy hol vagy. Biztos, ja. És akkor mondtad, hogy dolgod van. És akkor utána elmentem a boltba. Aztán ennyi. Akkor még akkor mit vettem? Lisztet vettem, tejet vettem. Ezt a zöld borsót, ez a hosszúkás, tudod, ez a darabolós, nem a kis zöld borsó. Uh-huh. Az a gömb formájú, hanem ez a hosszúkás. Az finom, azt jobban szeretem, azt a főzeléket. De a zöld borsó főzeléket, ez a sárga borsó, vagy milyen? Biztos. Valami olyasmit. Meg vettem 11 darab zsonlét. Meg mit vettem még? Ja, meg egy üdítőt. Meg még egy üdítőt vettem, egy narancs üdítőt vettem. Azt akkor sorban álltam. Két sor volt, mondom, most melyik bájok be, egyikben kevesebben vannak, a másikban meg pont, hogy simán sorra kerülök, kettő közé így beálltam, mondom, majd csak lesz valami, aztán kijöttem ennyi. A lába meg van, minden igaz, akkor lesz favágás, jönnek azt össze, kell vágni, darabulni, meg kell hordani a fát, meg ilyeneket, aztán ilyen érdekességek van. Hát persze, jó volt. Hát ja, hát azért fát azt kell vágni, hát mostában annyira nem volt üzelve, nem volt összevágva a fa, majd össze lesz, aztán még össze egy darabba. A faház az már van ott lenne, alul tudod. Ott, ahol a szomszédnak is van, és akkor ott beljebb van mindjárt. Oda kell behordani, az első szobába bepakolod, az jó van. Uh-huh. Az előtt a izébe vittük be a Spice-ba fölbazd meg, hát ott meg milyen szar. A bicikli is fent van, azt is, hogy le kell vinnem. Aha. Egy szar, mert defektes a bicikli. Oh my god, eszem a máját, vagy hogy van? Valahogy így. Nyugodtan megszólalhatsz el. Ja, nem, azt hallottam, hogy miket mesélsz, most ilyen jó. Ilyen jó hallgatni. Ja, tudom. Jó hallgatni, mint a sír. Igen, hallgatsz itt a sír, igen, ez jó volt. Ja, tényleg a temetőbe is el kell majd menni, ti mentek majd? Biztos, hát. Mert ilyenkor ugye szokás menni, de mondjuk, most bocs, hogy mondom ezt, de ez egy akkora baromság, hogy csak akkor mennek ki az emberek, hogyha ki van írva a naptárról. Ja, most első van, akkor menjünk ki, tehát nem érnek rá az idős korosztályig kimenni bármikor. Oké, értem, hogy a vidékiek nem érnek rá, mert messzebb van. De hogyha még ott valaki a temető mellett lakik, és nincs ideje kimenni. Jó, most nem akarom szívni őket, csak... Akár mi már félrólájt rögött az üveget. Innen a végén, nem olyan sajok. Elnézést, kedves néző, innen. Benne vagyok a sztoriban, így szoktam. Ezért nem szóltam, mert most itt kaptok az agyam, mert pedig félrólájt azon, hogy ezt csinálod. És akkor beszélt, és akkor megint. Hát jó, mert közben így sztorizgatok, tudod, aztán... De milyen meleg lett most ott, baleg, fél óráig trügette, baleg... Hát jó, van, fel kell melegíteni a helyzetet. Nem, amúgy tényleg, tehát nem, most jó volt a boltban lenni, ugye volt egy olyan videóm, ahol arról beszéltem, hogy ilyen stressz rohan jött rám, tudod, van, nem tudom, neked szokott ilyen lenni, hogy... Mi?
Paranormális activity? Nem, tehát az teljesen más, ez ilyen félelemről szól. Mondjuk ez is hasonló, de amikor nagyon sokan vannak és kicsit bestresszelsz. Rossz hangulatod lesz. De nekem nem. Én mindig, amikor úgy vagyok, hogy most van vannak előttem, akkor tudom, mit szoktam csinálni. Gondolok egy jó emberre, akit szeretek, mondjuk egy nőre, vagy egy jó kis csajászra, akire gondolok, egy jó kis csajra, szánszába. Aztán addig eltöltöm az időt vele a képzeleteimben. Vagy én pedig azt csinálom, mondjuk én ugye ezt a videóban már elmondtam az előzőben, amiben volt, azt mások már látták elég sokan. Meg amikor most felraktunk közös videó volt, a barátságos, azt is megnézték már 100 fölött. Nem tudom, valahogy nem azt mondom, hogy fúrusz, hanem zavaró, tudod, amikor lassan pakol a mama, tudod. És akkor megáll és nézi a pénztárcáját, hogy van-e benne pénz. És nem akkor veszi elő a pénzt, amikor ott van már sorban, ott áll és már kipakolt, hanem akkor, amikor már mindent beütöttek, és akkor keresi a pénzt, pedig ott van előtte, ott van egy csomó apró, ott vannak a 10 000-esek, 20 000-esek, 100 000-esek, 1 milliósok, 2 milliósok, és ez a barom, ez csak így, mennyi lesz aranyoskám? Fú, akkor előveszem a nem, azt, mert az nem jó. Mindegy, akkor jó van, és akkor kijönti az összes aprót. Malac felsejt, föltörte az vén szatyor, érted? De nem, de tényleg így szokott lenni, gondolom tapasztaltad már ezt. Kijönti, és akkor, elkezd egy számolja meg aranyoskám, megvan, és oda nyom egy 10 000-es bazd meg. Mint hogy azt mondta volna, hogy jó van, az apró, akkor itt marad, add vissza, te picsa. Azt akkor itt van 10 000 forint, vagy ott egy 20 000-es. Tehát, hogy mi a faszomnak szólja ki azt a szájba baszott aprót? Mi ez, bazd meg? Csörög a dió, vagy mi? Na, amúgy visszatérve a mesére, itt ülünk az erdőben, és itt van ez a jó madár gyerek is, most véletlen nyakon vágtam, mert nem szólal meg, érted, mint a Néma Bob. Azt akarom, mit mesélsz, na? Mi? A fene állat vagy te, mi vagy te, madár? Azt már hallgattam, mond, mit mesélsz. Ja. Hát ne bombáldod itt nem más szavakkal, nem eljön. Hát ízét akartam venni, fagyit. Ugye van ez a csokis, meg a vaníliás. Te melyiket szereted? Te is a csokisat, nem? Vagy a vaníliás fagyit? Hát most a spárban lehet venni egy nagy, az a dobozos spáros, Ásbert 2-es faszom ízé. Te miről beszélsz? Fagydaltról! Én a túrról is szeretem. Rörödi? Fehér törrörödi? Van fehér túró, Rudi, maradj már! Én a jó kis csoki is szeretem. De abba is van fehér túró, te fehér túró! A neprehez a csoki ízenek jöhetne! Csoki szokolád is? Ja. Igen. Nem, amúgy te melyik fagyit szereted a legjobban ízben? Csokoláte! Szokoláte? Das ist szokoláte? Szokoláte. Na, jó ez a videó amúgy. Na jó van, szevasztok, találkozunk a következőben, sziasztok! Sziasztok! Gyakcsolnád, légy szíves! Elhosszok, vigyázzatok magatokra, légyetek jók! Kövessetek Instagramon, TikTokon, Csumidán, meg a YouTube-on, meg a Zolét is! Oké, sziasztok!